Augusztus 1 -e óta új megbízott vezető Janku Erzsébet látja el a feladatokat a Magyar Vörös Kereszt Békés Vármegyei Szervezetének élén. Elsődleges célja, hogy minél hamarabb megismerkedjen a vármegyében található települések polgármestereivel, valamint az iskolák vezetőivel. Nem átávol tőle a szervezés, hiszen a mezőkovácsházi Kalocsa Róza Nonprofit Kft. vezetőjeként többek között a korábbi városi művelődési központ feladatait látta el. A Vörös Kereszt munkáját több esetben a közművelődési szakemberek segítik. Janku Erzsébet kiemelte, az éves megcélzott véradószám 20.600 a Vármegyében. Ennek érdekében több mint 19 ezer embert hívnak vért adni, ez napi 50 embert jelent. Mi teljesítjük az elvárt számokat a népesség csökkenés ellenére is, és ezért mi mindig bizakodunk, hogy a fiatalokat tudjuk jobban megszólítani mert a vért adni 18-tól 65 éves korig lehet, és 60 éves kortól már nem lehet adni vér, tehát akkor már nem lehet megkezdeni a, a véradást. Új véradóink minden évben több mint 1400-an jelentkeznek, és ez is egy nagyon szép szám, és elsősorban fiatalok. És nekünk mindig nagyon fontos, hogy a fiatalokat bevonjuk, és így az iskolában, az iskolai rendezvényekre is törekszünk arra, hogy eljussunk, és ott népszerűsítsük a véradás fontosságát. A véradás egyfajta szűrővizsgálat is az adatfelvételelés a kivizsgálással együtt. Mintegy 45 percet ölel fel ez a folyamat. Előtte fontos az étkezés és a megfelelő folyadékfogyasztása. fogyasztása. Janko Erzsébet kiemelte, visszatérő tendencia, hogy a nyári hónapokban sokkal kevesebben adnak vért. A Magyar Vöröskereszt Kereszt Békés Vármegyei Szervezete arra törekszik, hogy ebben az időszakban is minél több ember toborozzanak. Ennek érdekében többféle programot indítottak el. Az új kampányokkal elsősorban a fiatalokat próbálják megszólítani. Különféle Facebook kampányokkal például tudjuk, hogy a fiatalok nagyon szeretik tetoválni magukat, és mi úgy gondoljuk, hogy a több tűzszórás az lehet, hogy fájdalmasabb, mint egyetlen egy tűzszórás, amit akarjába kap, amikor Vértad a fiatal. A garabonciás napokon szeretnénk részt venni, ezzel kapcsolatban folytatunk tárgyalásokat a garabonciás napok szervezőivel. Bízunk benne, hogy minél több fiatal fog kedvet kapni ahhoz, hogy segítsen embertársaikon. Egy víradással három ember életét lehet megmenteni, a vér nélkül eszhetetlen a betegek gyógyításában az életmentésben. A tudomány mai állása szerint a vér semmi mással nem pótolható, mesterségesen nem előállítható. A vérellátó szolgálat minden esetben, amikor felhasználják a vért, akkor egy szöveges üzenetet küld a véradónak. Janku Erzsébet kiemelte, az elkövetkezendő időszakban azon vármegyei iskolákat is felkeresik, amelyekkel eddig még nem tartották a kapcsolatot.